Ajándékcsomaggal várta Borkai Zsolt, Győr polgármestere Dallos Nyers Boglárkát az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójának döntősét. A polgármester hívta meg magához az énekest, hogy gratuláljon a teljesítményhez. Ez egy fantasztikus győri siker, hiszen Bogi most ezen a fesztiválon fantasztikusan szerepelt, maga a szám is, ahogy énekelt, ahogy előadta ezt a dolgot. Felfokozott állapotba került Magyarország, és hát Győr városa is, nagyon sok embernek tetszett a szám, nekem is személy szerint, hogy énekelte, és gondoltam és úgy éreztem, hogy itt szeretném köszönteni és gratulálni neki, és további sok sikert kívánni, hiszen ez egy szép szakma tud lenni, persze sok-sok számos buktatóval, de úgy látom, hogy az ő lendülete remélhetőleg ki fog tartani az elkövetkező időszakban is. Dallos Nyers Boglárka a legjobb négybe jutott be a válogatón. Azt mondta, ez volt a célja, amikor elindult a versenyen. Hozzátette azt is, hogy hatalmas élményekkel gazdagodott a hetek alatt. Az iskola mellett továbbra is szeretné folytatni az éneklést. Készül az új dal is. Még én sem tudok róla semmit. Annyi biztos, hogy ezen a vonalon leszünk. Ez is egy angol nyelvű dal lesz, mert úgy tűnik, hogy a rádiók és a közönség is szereti tőlem az angol nyelvű dalokat, annak ellenére, hogy magyarul is nagyon szeretek énekelni. Ugyanez a country pop vonal, tehát gitár, zongora, egy egyszerű, szerethető dal lesz ez is, remélem. Szóba került az is, hogy hamarosan talán a győriek is meghallgathatják Bogi hangját, hiszen Borkai Zsolt felajánlotta neki, hogy lépjen fel a nyárnyitó koncerten Győrben.